Az Emberi Erőforrások Minisztériuma sportért felelős államtitkárságának támogatásával ez év áprilisában indította el a Magyar Diásport Szövetség a Sport legyen a tied elnevezésű rendezvénysorozatot, amelynek részeként az ország közel 1200 intézménye kap sportszereket a szövetségtől. A megyében Nyírbátor és Mándok után kedden Demecserben ismerkedhettek meg a kosárlabdával és a kézilabdával a Demecseri Oktatási Centrum diákjai, akik 120 000 forint értékű kosárlabda felszereléssel is gazdagodtak. Vegyes a tapasztalat, azt lehet mondani, tehát a klasszikus labdajátékok, foci, kézilabda, kosárlabda, ezek mindig népszerűek és azok is maradnak, de az új sportágak iránt is nagyon nyitottak a gyerekek. A nagy megyei bemutató eseményeken volt például lábtollabda, vagy nem is tudom, tehát a vívás, azok a sportágak, amik nem olyan könnyen elérhetőek, mindet szerették a gyerekek, tehát a kíváncsiság hajtott őket és mindent kipróbálták, megnézték. A megyei Diásport és Szabadidő Egyesület elnöke szerint a fiatalok igénylik a különböző sportágokat bemutató rendezvényeket. Ez egy nagyon szép kezdeményezés és nagyon eredményes kezdeményezés, úgy gondolom. Ugye maga a rendezvény kezdetekor, amikor a megyeszékhelyen találkoztunk először ezzel a sportbemutatóval, vagy sportágválasztóval, sportág bemutatóval, akkor már ott is látszott az érdeklődés. És most, hogy így település szinteken, ugye a megyében több településen, több városban is ez megrendezésre kerül, látszik az, hogy erre igenis van szükség, és van rá igény, és amely azt hiszem, hogy sokkal fontosabb annál, mint hogyha szükség van rá. A rendezvénynek otthont adó Demecseri Oktatási Centrum diákjai eredményesen szerepelnek a diákolimpiákon, mind általános, mind középiskolai szinten. Mi a gimnázium, illetve a szakközépiskolával atlétika versenyen veszünk részt, főleg ügyességi csapatbajnokságban. Itt második helyezést értünk el egy időben 4x1500-as fiúváltóval, illetve lány gerelyhajtó csapatom lett második. Harmadik helyezést értünk el 4x800-as váltóban, illetve súlylökő és gerelyhajtó fiú csapatom lett harmadik helyezett, tehát nagyon büszke vagyok rájuk. A Sport legyen a tiéd szerdán Vásárosnaményben igyekszik majd kedvet csinálni a gyerekeknek a versenyszerű sportoláshoz.